Egyedül maradt rozsái gólyafiókák. Az anyjuk vadászik, az apjuk a madárkórházban van, őt fejbe ütötte egy jégdarab. A múlt keddi vihar állatot, növényt, embert, ingatlant sem kímélt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 13 településére viharos széllel érkezett a jégeső. Mételekem, hogy a kiskola igazgatott, pedig az iskolának a teteje, a födém rész az palából volt, tehát ott minden elment, báztak a tantermek. Nem tudom, hogy hogyan fogjuk kezdeni szeptember 1-én a tanévet. Ezek a felvételek múlt héten kedden készültek rozsáj felett, szinte nem volt olyan ház, amely éppen maradt. 6 óra fele, már reggel korán 6 órakor jött az a nagy csúnya idő, laskára verte a kis házat, mindent. Laskára kertet, veteményeket, mindent. A katasztrófa védelem és az önkormányzat munkatársai, valamint az önkéntesek azonnal elkezdték a kárelhárítási feladatokat. Mára már valamennyi ház fóliázva van. A legnagyobb károk a palatetős házakon keletkeztek, a pala pedig veszélyes hulladéknak számít, így külön meg kell szervezni a palamaradványok elszállítását, és arra plusz pénzt kell majd biztosítani. Viszont az újabb cseréptetős házakat sem kímélte a vihar. A jég ezt a 2000-ben épült házat is elverte, a kár jelentős. Közel a 2 millióhoz van, alsó hangon is. És hát tehát a segítségben legelőször is a katasztrófavédelem, tűzoltóság, a helyi önkormányzat, mindenféle téren ők segítettek. Úgy anyagba, hiánypótlásban, vagy a beázás elhárításában, bármiben. Mi lesz most, ezután? Hát, próbálunk talpra állni ennyi. Sajnos. Petrohai Lajos egy pár jégdarabot is eltett a fagyasztóba, múlt héten Diónyinál is nagyobb jégdarabok tépázták a házakat Szatmárban. A rozsái épületek mintegy 80%-át, azaz 260 épületet érintett a vihar. A tulajdonosok a múlt héten már bejelentették a károkat, most az utolsó felmérések zajlanak, többek között ebben az irodában, ahol azt összegzik, hogy itt a településen, illetve a környező városokban, községekben összesen mekkora lesz a viharkár. Van olyan ház, ahol csak pár 10 vagy 100 000 forintos a kár, de akad olyan épület, ahol már több milliós tételt jelent majd a helyreállítás. A jégeső a régi cseréptetős rozsái hivatalt sem került el, a padlástérben a megrongált tető alatt látszódik igazán a kár. A település polgármestere azt mondja, az embereknek szükségük van a segítségre, sokuknak nem volt ugyanis biztosítás a házon. Segíteni úgy lehet, hogy mindegyik önkormányzat egy rozsája és a saját honlapjára kirakta a bankszámlaszámát, tehát hogyha valaki pénzben tud egy kicsit segíteni, akkor azt is nagyon szívesen vesszük. Felajánlás tekintetében, hogyha valaki tud lécet, szeget, használt cserepet, akkor az pedig tökéletes lenne, hogy tudják az emberek átfedni a tetőt. A vasárnap esti vihar ugyan elkerülte a jégeső sújtotta részeket, ám 13 településen mintegy 12 000 ember maradt áram nélkül, többek között Nyírmadán, Gemzsén és Vásárosnaményban. Információink szerint délre valamennyi településen visszaállították a szolgáltatást.